Advent utolsó hétvégén is számos programot kínált városunk lakóinak és vendégeinek. Szombaton többek között Soltész Rezső ünnepi koncertje várta a Deák térre látogatókat. Az énekes már sokat szorra lép színpadra nálunk, mint mondta, szereti városunkat és mindig szívesen tesz eleget egy-egy meghívásnak, különösen ebben az adventi időszakban, amikor minden az örömről szól. Van egy különleges hangulat ennek az egész időszaknak, részint ugye illik ajándékot vásárolni a szeretteinknek, meg hogy az ember letesz egy csomó dolgot a vállalra, mert vége van az évnek. De én nagyon sokat dolgozom, és nekem ilyen nagyon sok időm nincs arra gondolni, hogy mit is jelent ez. Mármint az, hogy belsőben igen, de van egy ilyen nagyon hirtelen felfutás az egésznek, amikor jönnek az ünnepek, mint a gyorsan az mellett szembe, és akkor mindenet az ember átgondol, és másként érez. Tehát én is így vagyok ezzel, de gondolom, hogy ez mindannyiunk számára fontos, hogy kicsit úgy készüljünk erre az évvégi boldogságra. A hideg ellenére szép számú közönség gyűlt össze, és többen is tánccal próbálták felmelegíteni magukat. Az énekes karácsonyi lemezének dalain kívül legismertebb slágereit is elhozta Hévízre. Akit szeretnek 120 évig én.